Sziasztok! Nagyon különleges pillanat volt most a virtuális Beit Midrásban, a virtuális tanházban, ami minden este 7-től 8-ig tartunk a Facebookon. Ma volt a 100. óra, 100. alkalom, hogy Chassid meséket meséltem minden kedden, és ez most volt a 100. alkalom. Múlt héten szerdán volt a Kérdezd a Rabbit, de órákon keresztül lehet feltenni kérdéseket live-ban a Facebookon, a kommentekben, és válaszolok rá, és az szinte volt a 100. alkalom. Ez nagyon jól jött ki, pont a tóraadás előtt 2-3 nappal, és a tóraadás utáni napon, hogy elértünk egy ilyen különleges szám, 100. alkalom. Ugye kezd a virtuális Beit Midrás kezdődött, amikor a korona kezdésével nem lehetett összejönni a zsinagógában tanulni, és akkor elindítottam ezt a virtuális Beit Midrásban. Nagyon sokan jönnek, mert otthonról is lehet hallgatni az órát, és én nagyon élvezem ezeket az órákat, például a Kérdezd a Rabbit. Mindig azt mondom az embereknek, ne küldjenek be a kérdéseket előre, én szeretném, hogy ott helyben meglepetésként jöjjenek a kérdésekre, és gyorsan kell elmondanom és kitalálnom, mi a helyes válasz. Valamikor nem tetszik a válasz, akkor a következő kommentben valaki rákérdez. Szóval ez nagyon-nagyon különleges, rengetegféle téma merül fel, mert mindenki a saját világából, természetesen mind olyan, ami a zsidósághoz kapcsolódik. A chassid történetek szintén nagyon élvezem, mert minden chassid történetben van egy különleges tanítás, egy különleges útmutatás. Ezen kívül minden hétfőn tanulunk a Zohárból, a Kabbalának az alapművéből, és már a Noé heti szakasz végén tartunk, minden csütörtökön a kabbalisztikus gondolat a heti szakaszról, és minden vasárnap egy általános téma, valamikor a történelmi, valamikor a jogi. A Facebooknak a címe az Budapesti Talmud Egylet, vagy a zsidó.com. Kérem, jöjjetek, csatlakozzatok ti is ezekhez az órákhoz, és biztos vagyok benne, ti is élvezni fogtak. Előre köszönöm.